Zsóka, mesélj el nekem, hogy mi történt. Csörgött a telefon, és az unokám volt, aki sírós hangon mondta, hogy balesete volt, hogy neki ment egy fának, és nagyon sok pénzre lesz szüksége, hogy el tudják szállítani a kocsit. És azt is mondta, hogy adjam oda a pénzt egy barátjának, de valami csak nem hagyott nyugodni. Ezután rögtön felhívtam a lányomat, hogy mit tud a Lacikáról. Nagyon meg voltam ijedve, de hát hál' Istennek mondta, hogy ott falatozik mellette. Jól van, köszönöm. Megkönnyebbülten letettem a telefont. Rögtön felhívtam a 112-t. Sose gondolta volna, hogy én egy igazi rendőrakcióba fogok részt venni. Azt mondták, hogy én leszek a csali. Közlekedik, piros színe van, Zsóka felé fordulott a parkolók irányába. Kettő darab térszemét látok benne, lassítanak Zsóka mellett. Zsóka átadja nekik a pénzt. Akció, egy akció, kettő, elfogás, indul. Egyes nyugta, indulunk, kettes nyugta, utol. Megküldjön a földre! Fel fogjuk ültetni, forduljon felé! Ha egy telefonáló pénzt kér tőlünk, akármire hivatkozik, szeretett gyermekünkre, unokánkra, és bármilyen szörnyű dolgot mond, mint baleset, vagy tartozás, vagy életmentő műtét, akkor ne ijedjünk meg. Először bizonyosodjunk meg arról, hogy a gyerek, az unoka elérhető-e. Ha nem, akkor hívjunk fel egy jó barátot, akire a bajban mindig számíthatunk. Ha ez se sikerül, ne essünk pánikba, mert a rendőrségre bármiben számíthatunk.